köszöntöm a köztér, valamennyi nézőjét, leporoltuk az egyes számú lakás fenntartó szövetkezetnek a dossziéját, újra terítékre került a lakás fenntartó szövetkezet ügye, illetve hát egy örökzöld téma, mégpedig a költség megosztó kérdése, ugyanis rengetegen kerestek meg minket Fehérvár különböző részéről azzal kapcsolatban, hogy elszámolási problémák vannak, nem értik, hogy hogy működik egyáltalában a költség megosztó, mi a feladata a Techemnek, és miért nem kapnak erről tájékoztatást. Stúdiónkban nagy szeretettel köszöntöm Régi Gyuláné szövetkezeti tagot. Köszönöm, hogy itt van velünk. Illetve Káprai Attilát, aki szövetkezeti tag is, és küldött is a kettes számú igazgatósági körzetben. Köszönöm, hogy itt van. Jó estét kívánok a nézőknek. Nos, hát hogyan vázolnák ezt az alapproblémát? Mi az, ami önökhöz visszajut, vagy amit önök tapasztalnak, mint szövetkezeti tagok? Én azt szeretném elmondani, azt a véleményem, hogy úgy kialakult bennem az elmúlt hetekben. Most már ott tartok, hogy az előző tévéadás után megállítanak az utcán szövetkezeti tagok. Ma is előfordult kétszer is. És érdekes módon sosem dicséreteket hallok a szövetkezet működéséről, hanem a panasz áradatokat. Ugyanúgy a költségmegosztókkal kapcsolatban is. Nekem az jött le, hogy az emberek nem értik az egészet. Tehát nem tudják, hogy a költségmegosztóknak mi a hitelessége például, akkor a fogyasztásmérés programozása miként történt, vagy mit tartalmaz, az esetleges korrekciók lakásonként hogy vannak. Tehát nincsenek információik az embereknek, sötétbe tapogatóznak. Akkor egyrészt az információ hiány okozhatja a bajt, hogyha jól értem, illetve hát ugye azzal a gondolattal talán mindannyian egyetérthetünk, hogy elvileg az az ötlet, hogy a költség megosztó lehetővé teszi, hogy lezárjam, letekerjem a fűtést, energiát spóroljak, vagy akár pénzt spóroljak többen, hogy a pénztárcámban, ez egy jó gondolat. Akkor mi lehet a baj? Én még egy ellentmondást is el tudok mondani, tehát annak idején, amikor, hogy úgy mondjam, rávettek bennünket a költségmegosztók felszerelésére, akkor pont ezzel is érveltek, hogy majd tudunk gazdálkodni. Most meg több fórumon, ilyen tagértekezleten, meg küldöttgyűlésen is esetleg elhangzik, hogy nem fűtenek az emberek, tehát takarékoskodni igyekeznek. Most meg ez a baj, tehát az, hogy élünk azzal a megtakarítási lehetőséggel, amivel rávettek bennünket a költségmegosztós használatra, most az is problémát okoz. Önnek mi a véleménye? Hát igen, ez a tájékoztatás teljes mértékű hiánya. Elsősorban ez a legfőbb probléma, hogy a tagságot nem tájékoztatták előzőleg, hogy ez hogyan fog működni, hogyan folyik majd az elszámolás és egyéb ilyen dolgokat, abszolút senkivel nem közöltek. Innen fogjuk folytatni. Nézzéknek felhívom a figyelmüket, hogy természetesen önök is hozzászólhatnak műsorunkhoz a 22-es 516-110-es telefonszámon. Várjuk adásunk alatt a hívásaikat, és akkor elmondhatják véleményeiket, meglátásaikat itt nálunk élőben, egyenesben a Fehérvár Televízióban. És hogyha már az információ hiánynál tartunk, illetve az, hogy hogyan is történt ezeknek a költségmegosztóknak a beszerelése, arról hallgassunk meg egy szövetkezeti tagot, hogy mi a meglátása. Mióta él a lakásszövetkezet területén, illetve mikor is került kapcsolatba Székesfehérvárral, mit lehet tudni erről? Ennek az volt az előzménye, hogy Győrben a főiskolán végeztem a tanulmányaimat, majd 1996-ban vettem egy lakást a belvárosban, közel a Skálához. Hát azért kényszerültem Győrte, hogy mert édesanyámék a Széchenyi út 37-ben laktak, azóta elköltöztek, már megszabadultak a lakásszövetkezettől. Édesapámat lerokkantották, édesanyám is beteges volt. Tehát, hogy őket tudjam segíteni, támogatni. De jött ezért, jöttem el Győrből. Aztán hát ráláttam a számlákra, és hát mind a számlájuk a fizetését rávállaltam magamra. Többek között a fűtés számlájukat is, ami igencsak magas volt.
Úgy tudom, hogy a városban a Széchenyi úton volt a legmagasabb a fűtés számla. Aztán 1997-ben a Széchenyi út 37-ben megjelentek a szerelők, reggeztettek, fúrtak, forogtak, és a radiátor felső és alsó csőveit összehegeztették egy másik csővel, és arra hivatkoztak, hogy annyit hűtök, amennyit akarunk. Le is lehet zárni a fűtést, mert így nem fogom akadályozni a többi lakófűtését. Édesanyámikat, és úgy tudom, a lakókat sem kérdezték meg arról, hogy erre nekik van szükségük. A tehenbe kötöttek szerződést, a lakás szövetkezet, de hát senkivel nem történt egyeztetés. Tehát akkor nem kérdezték meg őket, hogy egyáltalán ők akarják-e ezt, semmiben nem vonták bele, hanem mondhatjuk azt, hogy kaptak egy ilyen kész tényként egy ilyen megoldást? Igen, egy kész tényel állították őket. Az uniós szabályokra és az uniós követelményekre hivatkoztak. Hát ez azóta már biztos, hogy megváltozott. A szerződés kötésünknek annyit, hogy úgy gondolom, egy elpalástól szerződés tartalma felveti a hűtlenkezelés jelmiát. A fűtés amikor azután, hogy a tehen belépett az életükbe, a fűtés költségek megváltoztak. Édesanyámiknak közel 50 ezer forintot kellett visszafizetniük. Többi lakó is ráfizettek, de volt, aki 30-35 ezer forintot kapott vissza. Nem volt ez átlátható és érthető sem. Februárban volt egy lakógyűlés a civil központban. Hát farkas a hátsó sarokban ült, még arra sem jöttött a lakókat, hogy előre jön, pedig úgy tudjuk, ő az igazgató. Az előadást eljött, és tartott egy magas fekete férfi volt, folyamatosan a padról bámulta, de arra sem volt képes, hogy a lakók szemébe nézzen. Kérdeztük, hol kerülnek a bérleményekből, reklámokból, antennát, játszágból eredő bevételek. Küldösített, és másról kezdett beszélni. Velünk lakókkal még a sóhajt is megfizettetik, a felújításról sem egyeztetnek, saját kiválasztott vállalkozókkal dolgoztatnak. Nem törekednek az olcsóbb kivitelezésre. Mi fizetünk? Ha megkérdezik, vagy kérnek akár szerződést, vagy akár a, mondjuk a befolyó bevételeket, akkor milyen választ kapnak? Elsősorban kitérő választ adnak, másosorban arra hivatkoznak, hogy be lehet menni, meg lehet nézni a szerződéseket. Biztos, hogy csak a szerződés kivonatokat teszik a lakók elé. Semmi hitelességet nem látunk abba, hogyha elénk tesznek egy darab papírt. Az csak egy darab papír. Valami nagy kalapra hivatkoznak, de az a nagy kalap annyira mély, hogy senki sem látja az alját, hogy abban van-e valami. Nem lehet követni. Nem tudnak ezzel elszámolni. Nem akarnak. Nos, hát ez volt az egyik szövetkezeti tagnak a véleménye, de a vonalban egy telefonálót köszönhetek. Üdvözlöm, jó estét kívánok, ez itt a Köztér. Hallgatom. Üdvözlöm Önöket, Pereszegi Nagy Őrné vagyok, a Valutai út 77-ből. 2014. augusztus 5-én egy írásban tájékoztattak bennünket, hogy a meglévő költség megosztókat mindenütt rádiós készülékre cserélik. A rádiós költségmegosztó elszámolás előnyére azt írták, havonta a tényleges fogyasztásról kapunk számlát. És ez nem így van? Azóta se számla, se tájékoztatás. 2014 évi felújítási lépcsőházi elszámolásunkban víz- és fűtésszerelési munka címen
Egy kicsit legyen kedves lehalkítani a TV készülékét, mert nagyon visszhangzik. Igen, igen. Igen, most jó. Köszönöm, tökéletes, igen. Igen, igen. Tehát hol tartottam? Hogy igen, havonta kapunk támlát, azóta semmi, se tájékoztató, se számla. Na most a 2014 évi felújítási lépcsőházi elszámolásunkban víz- és hűtésszerelési munka címén 1.5.931 forintot helyeztek kiadásba. Hosszú utánjárásomba került, mire kiderítettem, hogy a fenti összegben többek között költség megosztók teréje címén 726.948 forint is benne van. És erről se tájékoztatták korábban önöket? Nem, nem, nem. A régieket elvitték, pedig jók és felhasználhatók voltak. Egy fillért sem kaptuk értük. Azt viszont nem értem, hogy miért kellett a 726.940 forintot kifizetni, mivel ezek a költségmegosztók semmire sem jók. Köszönöm szépen, hogy hívott Köszönöm, minket. Hogy Köszönöm szépen. Ezzel fogjuk folytatni, azt hiszem, illetve felhívom továbbra is nézőink figyelmét, hogy az 516-110-es telefonszámon várjuk adásunk alatt a hívásaikat. Nos, hát itt több minden elhangzott, ami nekem egy kicsit így megütötte a fülemet, hogy vannak ezek a rádiós költségmegosztók, és hogy az előtte lévő költségmegosztók azok most nem a szövetkezeti tagok tulajdonában voltak, vagy hogy volt az itt önöknél, hiszen szövetkezeti tagként hát csak kell tudniuk, hogy most az önöké ez a költségmegosztó, vagy hogy mi lesz vele, hova kerül felhasználásra, ha még felhasználható. Persze. Vagy hát miért nem adták oda, amikor leszerelték Igen, önöknek? Amint a betelefonáló CD-ből is kiderült, ez foglalkoztatja akkor ezek szerint az embereket. Ez egyértelmű volt, annak idején közölték velünk, hogy ezt nekünk ki kell fizetni, mivel hogy a radiátor is a lakás tulajdon részét képezi, ezért a radiátorokra szerelt költségmegosztók is a lakás tulajdonosáé. Tehát, akkor miért nem kapták meg? Tehát felmerül a kérdés, hogy akkor hogy vitték így el? Én kérem a szövetkezet tagjait, hogy gondolkozzanak el ezen is, hogy több száz, illetve több ezer költségmegosztót elvittek úgy a tagoktól, hogy semmi költségtérítést nem kaptak érte, és az új rádiós költségmegosztót is ki kellett fizetniük. Na de hát ön olyan érdeklődő típus nem kérdezte ezt meg a szövetkezettől? De. Megkérdeztem hivatalosan iktatott levéllel, és többszörös érdeklődésem után azt a választ kaptam, hogy mivel a leszereléskor én nem kértem a költségmegosztót, ezért ők elvitték. Holott nekem ezt nem mondták, hogy nekem arról nyilatkozni kéne, hogy akarom-e, hogy ott maradjon, vagy nem maradjon. Nekem azt mondták, hogy elviszik elemzésre, vagy valami bemérésre, és majd visszahozzák pár hónapon belül. Én ezt többször megkérdeztem szóba is a tagértekezleten, akkor ígéretet kaptam rá, hogy két-három hét múlva visszakapom, mert kint van a Móri úti raktárba, akkor még az akkori üzemeltetés vezető ódorulat a szövetkezet előtt egyszer megkérdeztem egy hónap múlva körülbelül a tagértekezlet után, hogy még mindig nem kaptam meg a költségmegosztót, hogy mi lesz vele, akkor már azt mondta, hogy Budapesten vannak a költségmegosztók, nem tudom, emlékezette rá, hogy előtte azt mondta nekem, hogy Móri úton vannak. Ezek, tehát két szóbeli érdeklődésem után írásba kérdeztem meg, és akkor ezt a választ kaptam, hogy mivel én akkor nem tartottam igényt a saját költségmegosztómra, ezért elvitték.
minden térítés nélkül. Szóval akkor végül is kapott tájékoztatást, azt hát nem lehet mondani, kaptam, hogy... Igen, csak az, hogy ugye, hogy ezt most újraértékesítették-e, felszerelték-e másoknál. Kifizettették-e másokkal? Kifizettették-e másokkal a tagság tulajdonát képező, szövetkezeti tagság tulajdonát képező költségmegosztókat, erről semmit sem tudunk. Most ehhez azért azt hozzáfűzném, hogy a szövetkezet ügyvezető igazgató ura elmondta, hogy ezeket a mérőket, amiket leszereltek, hogy majd a fűtés idény végén visszakapják a lakók. Na most, amikor ezek a cserék zajlottak, legalábbis nálunk ez így történt, hogy jöttek a szerelők, ahogy leszették, egy papírdobozba beledobták, és főszerelték a másikat. Tehát arról se jegyzőkönyv nem készült, hogy milyen számú mérőt szerelt le, hogy azon mennyi volt az állás, azt sem jegyezték fel. Sőt, a 2014-es évi október-november-decemberi hónapokat el se számolták a lakókkal. Tehát ott nem történt egy évvégi elszámolás, mert januártól indult az új mérő. Ha már a mérőknél tartunk, akkor nem most volt a legutóbbi adásunk, hanem júniusban már, ami a lakás szövetkezeti témát érinti, akkor önök voltak itt vendégeink, és én kaptam az e-mail címemre egy levelet, amiben önt is megszólítják, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy sok minden elhangzott a megosztókkal kapcsolatban, csak azt senki nem mondta el, hogy a szövetkezet erre a célra pályázatot nem nyújthatott volna be, mert a pályázat kiírásában az szerepelt, hogy még nem rendelkezik a háztömb megosztóval. A pályázatban szerepeltek olyan tételek, hogy műszaki adatok, tervek, stb. Régi Gyuláné gondolom rendelkezik a kiírás teljes anyagával. Nem tudom, hogy mire célzott a kedves levélíró, akinek a nevét nem szeretném elárulni, mert erre nem kaptam felhatalmazást. Jó? Hát. Nekem, én, ami a pályázattal kapcsolatban rendelkezem, az maga a pályázati kiírás, ami tartalmazza, hogy az Otthonunk Alapítvány, amit a LOSZ alapított 2000-ben, és 2014-ben az Otthonunk Alapítvány írta ki ezt a pályázatot a Tekem Kft.-nek a 20 éves vagy 25 éves, nem tudni pontosan, mert itt 20 év van, máshol 25 éves jubileuma jelent meg, ami azért vitatott meg, azt gondolom, hogy egy távfűtésű lakásban lakónak sincs ehhez köze. Ez a cég ügy, ez a jubileum, hogy mióta van Magyarországon. Aztán ez a pályázat tartalmaz olyat is, ami érdekelté tette a szövetkezetet is, hogy ebben részt vegyen, ugyanis pénzt kaptak vissza a pályázat bekerülése után. Különböző, azt mondja, 15 és 25% közötti összeget kapott. Na de hát, hogyha ez a szövetkezetnek a kasszájába megy, akkor az végül is az a nagy kalap, nem? Tehát mert az igen. Akkor az önök érdeke is. Igen, csak erről nem kérdeztek meg bennünket, hogy mi akarunk-e egyáltalán. Na most ehhez a pályázathoz tartozik egy nyilatkozattétel, vagyis jobban mondva két nyilatkozattétel. Az egyikben nyilatkozni kell a szövetkezetnek arról, hogy közgyűlés vagy részközgyűlés szükségeltetett volna ehhez a pályázathoz, ami nem történt meg. Mikor is volt utoljára közgyűlés? Évtizedekkel ezelőtt? Igen, 1992-ben volt az utolsó közgyűlés. Ez nem történt meg. Na most ehhez a pályázathoz le kellett, feltétele volt, hogy a közgyűlési határozatot csatolják. Aztán a hármas számú mellékletben pedig ez egy szándéknyilatkozat, ahol csak egy mondatot beolvasnék, hogy a jelen szándéknyilatkozat aláírásával visszavonhatatlanul kötelezettséget vállalok a következőkre, és itt leírja, hogy a pályázat tartalma, hogy fűtési költségmegosztókkal, vagy vízmérőkkel történő fel. Tehát a vízmérők is már itt benne voltak.
Innen fogjuk folytatni. Még egy telefonáló van a vonalban. Üdvözlöm, jó estét kívánok, ez itt a Köztér. Várom a kérdését, észrevételét, véleményét. Kezdjük csokolom, jó estét kívánok az összes tévénézőnek is. Budahegyi László vagyok a Radnóti térről, szövetkezi tag. És azt szeretném csak mondani itt a költségmegosztókkal kapcsolatban, hogy minket is félrevezettek, mert ugye azt mondták, hogy rádióirányítású lett, amit nem akartunk elfogadni, és gyűjtöttünk aljás is, hogy nem kérjük, de lesöpörte a szövetkezet nagyon szépen, hogy lehetetlen megoldani a fűtési rendszer miatt. Na most a rádióirányítás a mai napig nem készült el, tudnék, az úgy működne, hogy a rádióirányító rendszert az alaksorban helyeznék el, és innen az információt felsugároznák, tehát gyakorlatilag akár Debrecenből is lehetne olvasni ezeket a költségmegosztókat. Ez nem történt meg, és így körülbelül csak az utcáról tudják esetleg ilyen közelről leolvasni. Tehát gyakorlatilag hiába mondták, ez nem készült el. Az elzárásról pedig csak annyit még kedves Viktória, hogy mondta, hogy nem a költség megosztóval lehet elzárni, hanem a hőfokszabályzóval fent, és alul is el kell zárni a radiátornál ezt a golyós csapot, mert ha ezt nem teszi, ha egyik elmarad, például a golyós csap, akkor ez a költség megosztó, ez igen-igen méri azt, amit nem is fogyasztok. Mi is ilyenbe kerültünk, és bizony volt, hogy több mint 100 000 forintot ráfizettünk egy régebbi adott évben. De tehát mondjuk erről akkor tájékoztatni kéne erről a használatról, például a szövetkezeti tagokat, nem? Annyi volt, hogy a szomszédok újságban volt egy leírás egyszer, és még mondtak, hogy ilyen, hozzá lehet jutni ilyen brosúrákhoz, de az igazság az, hogy ettől függetlenül, ha az emberek tisztában is vannak a kezelésével, akkor is olyan fals értékeket mutat, hogy ha valaki fázik és bekapcsolja, akkor sajnos annyit fizet, hogy többet, mint egy családi ház. És ez irreális, szerintem teljesen. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm, hát csak ezt akartam hozzáfűzni. Köszönöm szépen, szerintem nagyon hasznos volt. Köszönöm szépen, és akkor annyit beszéltünk már itt a költségmegosztókról, meg arról is, hogy most akkor tájékoztatták-e önöket, vagy nem tájékoztatták önöket, illetve arról is, hogy most mik ezek a mérőeszközök, hitelesítettek, vagy nem, meg hogy milyen számlázási díjjal dolgoznak, hogy nézzük meg erről az egyik szövetkezeti tagnak a véleményét, vagy álláspontját. Rengeteg probléma van a teljes költségmegosztóval kapcsolatban. Az a határozott véleményem, hogy ez egy gazdasági lobby érdekeit képviseli, és a tagságnak nem jó. Óriási pénzeket fizetünk a tehemnek. A tavalyi évben több mint 21 millió forintot fizetett az Székesfehérvár egyeszámú lakásfenntartó szövetkezet a tehemnek, csak a számlázásért, ami kiszámolta, hogy milyen összegeket az újraosztásra tulajdonképpen, mert a tehemes költségmegosztók azok nem hitelesített mérőeszközök. Egyetlen egy hiteles mérőeszköz van az épületbe, ami a SZÉP ZRT tulajdonában van. Az is a határozott véleményem, hogy bennünket megtévesztettek, megvezettek a költségmegosztók felszerelésével kapcsolatban, ugyanis azt mondták, hogy mindenki annyit fizet, amennyit fogyaszt. Ez egyáltalán nem áll fent, mivel, mint ahogy előbb is mondtam, ez nem hiteles mérőeszköz. A Farkas Béla ügyvezető és az általa vezetett egyes számú lakásfenntartó szövetkezet már 1997-ben igyekezett erre rábeszélni a tagságot. 97-ben tartottak a civil központban egy megbeszélést fűtéskorszerűsítés címszó alatt, és ekkor szóba kerültek a tehemes vagy a költségmegosztók, és a szénatéri lakásokban, ahol Fehérváron először felszerelték, az ott lévő lakók kerekperezt kijelentették, hogy ez alkalmatlan arra, amire rá akarják beszélni a tagságot, és határozottan kijelentették, hogy ők ellene vannak.
Ez annál is érdekesebb, mert az európai irányelv, az 2012/27/EU 9. cikkel 3. bekezdése mondja ki, hogy ez egy irányelv, ami tulajdonképpen Magyarország nem teljesített, és Magyarországon nem kötelező a tehemes költségmegosztók felszerelése, mert ez az irányelv kimondja, hogy amennyiben a költségmegosztó beépítése nem lenne költséghatékony, akkor nem kell beszerelni. 2005 évi 18. törvény, amely a távhővel kapcsolatos, annak a 44. paragrafusának az első bekezdése egyértelműen kimondja azt, hogy a tulajdonosi közösségnek kellett volna az arányokról döntenie, hogy milyen arányba lesz ez a légköbméter arányba és a költségmegosztó arányba, hogyan oszlik meg ez az elszámolás. Az a határozott véleményem, hogy az Egyezszámú Lakásszövetkezet nem tartotta be ezt a törvényt, mert tulajdonképpen bennünket, tagokat soha nem kérdeztek meg, mindig késztények elé voltunk állítva, és az igazgatóság döntött az elosztási arányokról. Mi pedig folytatjuk itt a közteret, már is köszöntetek egy telefonálót a vonalban, Molnár Ferencét, jó estét kívánok, várjuk a véleményét, észrevételét műsorunkra kapcsolatban. Jó estét kívánok, Molnár Ferencné vagyok a Pilinszky térről. Nekem olyan észrevételem van, hogy az az egyik probléma nálunk, hogy a radiátorok nem elég melegek. Tehát olyan langyos víz csordogál benne, hogy az a lakást felfűteni nem lehet. Fizetjük a fűtést, fűtési díjat, de nem ezzel fűtök, hanem olajradiátorral, mert ugye azt is felszámolják, ami a csövekbe, a vezetékekbe folyik, annak a fűtését, de a radiátor igaziból nem tudom működtetni, mert mire a 9-es lépcsőháztól az 1-esig ér, elhűl a meleg víz a radiátorba is, ritkán van forró, akkor lehet vele fűteni, de ez ritka. Ráadásul a meleg víz is, mire a 9-es lépcsőháztól az 1-esig elér, van úgy, hogy legalább egy 5 percig ki kell engedni a vizet, hogy meleg vízt folyjon. Plusz még olyan probléma is van, hogy nem tudom, hogy azt ki fogja számon tartani, vagy ki tartja számon, hogy a meleg vízórát, mikor leolvassuk, minden hónap 20-áig vannak olyan fogyasztók, akik nem olvassák le, nincsen számonkérés. Én azt úgy gondolom, hogy azt a tagoknak közösen kell kifizetni. Tehát a többi tag fizet. Vannak ezekben az épületekben olyan emberek is, akik nem is járulnák hozzá semmilyen költséghez, és azoknak a költségét is a többi tagra terhelik rá. Ezt is kellene azért ezzel is kellene a szövetkezetnek foglalkozni. Nem tudom, hogy a tévében ülő hölgy meg úr, az mennyit tud ezekről. Tudnak önök erről? Nekem annyi információm van, hogy a tavalyi fűtési idényben volt ilyen probléma, hogy nagyon langyosak voltak a csövek, és nagyon langyos víz csordogált egész végig. Többször lett telefonálva a szépfőnek, ahonnan azt az információt adták, hogy a szövetkezet úgy rendelkezett feléjük, hogy ez csak egy információ, nem tudom 100%-osan, hogy állítólagosan 36 fokos víz legyen. Akkor ennyi információnk van. De ez csak információ, ezt nem tudom biztosan, ezután utána kell járni. Amikor én érdeklődtem, tologatták egymásra. A szépfő azt mondta, igen, hogy a szövetkezeten múlik, a szövetkezet az, hogy a szépfőn múlik. Meg olyanokat mondtak, hogy a 9-es lépcsőházban panaszkodnak, hogy nagyon forró, kibírhatatlan, nálunk meg nagyon hideg, de úgy gondolom, hogy azért van vegyes csap, tehát hideg-meleg vizes, hogy a 9-es lépcsőházban tud magának csinálni hidegebbet, de én nem tudok a hidegből melegebbet csinálni. Hát igen, igen.
Mert ott van a 9-esben a hőközpont. Szóval igen. Én azt mondtam, ha én tudnám szabályozni az enyémet, akkor nem szólnák semmit. Köszönjük úgy, szépen. Köszönöm én is. Köszönjük szépen, hogy hívott minket, és hát még adásunkból van néhány perc, úgyhogy ha valaki kedvet érez, akkor ne fogja vissza magát, és telefonáljon, elérhet minket a 22-16-110-es telefonszámon, mi pedig folytassuk tovább a költségmegosztókkal. Én még annyit szeretnék elmondani, hogy a betelefonálók, meg engem az utcán megállítók részéről is az jön elő, hogy sokan nem rendelkeznek információkkal. Most elnézést, hogy ezzel kapcsolatban beszeretném mutatni a szövetkezetnek ezt a szövetkezeti újságba, amit megjelent az ezévi küldőgyűlés lapalján. Nem tudom, hogy a szövetkezeti tagok elolvasták-e, de többen felháborodtak ez miatt. De a költségmegosztókkal kapcsolatban is szeretném ezt párhuzamba vonni, és idézem az igazgatóság ezen mondatát. A legtöbb emberrel nem az a baj, hogy tudatlan, hanem, hogy annyi mindent tud, ami nem is úgy van. Na most én felteszem a költői kérdést, hogy ki ezért a felelős, hogy nem úgy tudjuk a dolgokat, ahogy van. Tehát, hogy esetleg téves találgatások, következtetések forognak a tagság körében. Ki tehet erről? A tagság tehet erről? Ez egyébként az a küldött gyűlés volt, jól emlékszem, amin ott volt néhány városi képviselő is, és utána pedig a közgyűlésen elhangzott az, hogy a kritikán olyan hang nem volt, és hogy indulatok vannak, és ezért aztán ez egy annyira fajsúlyos ügy, a lakás szövetkezet és a szövetkezeti tagok ügye, hogy a legközelebbi közmeghallgatást ebben a témában tartják, ez az igen, volt. Igen, ez a küldött gyűlés volt, igen. Igen. És akkor ezt is sérelmezik a tagok. Igen, sértőnek is találják. Meg ugye, amit mondtam, hogy megismétlem akkor, hogy az igazgatóság felé, hogy ki tehet arról, hogy az emberek úgy tudnak dolgokat, ahogy nincs. Tehát ki tehet erről, és akkor lehetne tenni róla hiteles tájékoztatással, hogy az emberek úgy tudják a dolgokat, ahogy van. Én nem tudom, mi ebben igyekszünk partnerek lenni, úgyhogy én azt tudom önöknek ígérni, hogy hát megpróbáljuk a legközelebbi köztéradásba meginvitálni ide az igazgatóságból valakit, vagy az új elnököt, tehát kísérletet teszünk rá. És jó, akkor föltesszük nekik ugyanezeket a kérdéseket. Volt itt légköbméter és egyéb érdekesség még a költségmegosztó kapcsán. Én azt javaslom, hogy van még egy összeállításunk Szabó Melindával, tekintsük meg. A másik aggályos dolog az, hogy ez az eszköz, ez tulajdonképpen nem hiteles. Bármikor a szövetkezethez fordulunk, hogy adatokat szeretnénk a Széphővel kötött szerződésekről, a Tehemmel kötött szerződésekről, ezeket megtagadják. Én törvényességi eljárást indítottam nem egy esetben a szövetkezettel szemben, és végzés született erről még 2015. szeptember 13-án, amely elrendelte, hogy adják ki a TMS szerződéseket, a Széphővel kötött szerződéseket, közöljék azt, hogy kik végezték a leolvasásokat, mert tulajdonképpen úgy néz ki az egész, hogy igazgatósági határozat alapján a TEHEM végez egy elszámolást, de a TEHEM közölte velünk, hogy tulajdonképpen a leolvasásokat a szövetkezet végzi. A szövetkezet igazgatósági tagjai, alkalmazottjai jöttek leolvasni. Nem tudni, hogy milyen összegek mentek vissza, lettek visszautalva. Tehát nagyon sok zavaros ügy van. Na most, ezeket is elrendelte a cégbíróság, hogy adják ki az én épületemre vonatkozóla. Ebbe a szövetkezet vezetősége nem nyugodott bele, fellebbezett. Megjött a fővárosi ítélőtábla végzése, amely szintén kimondta azt, hogy az elsőfokú végzés az helyes volt, és ebben foglalt 8 napon belül nekem ki kellett volna adni az adatokat, mind a mai napig nem kaptam meg. Hogy mennyire meglettünk vezetve, ezt alátámasztja az, hogy 2001-ben
velünk közölt egy szavazólapot küldtek a tagságnak. Előzőleg mi semmit nem tudtunk, hogy milyen pályázatot nyújtott be a szövetkezet az épületünk nevébe. Megnyerte, nem nyerte meg, ebből a szavazólapból tudtuk meg. Itt megfenyegetnek, hogy aki nem engedi fölszereltetni, az büntetést, tehát sokkal magasabb fűtésdíjat fog fizetni. Hát ebből látszik, hogy két ember írta alá. Ezt mi május 12-én hozta nekünk, 16-án még csak két aláírás volt, 16-án tartotta a Farkas úr egy lépcsőházi gyűlést a mi épületünk egyik lépcsőházában, amelyben a 150 érintett lakóból körülbelül 19-20 fő volt jelen. Nem tudni, hogy tulajdonképpen hányan írták alá, hányan nem, de május 21-én már közölték velünk, hogy 30-án jönnek szerelni. Tehát ha Magyarországon ilyen gyorsan mennének az ügyek, hogy szavazásra bocsátják 12-én, 21-én kiértesítenek, hogy szerelnek, hát akkor nagyon-nagyon jó lenne. Nos, hát nagyon sok kérdés is észrevétel merül fel itt a költségmegosztók kapcsán. Igen, az elszámolásokhoz kapcsolódóan nekem van egy levelem 2015-ből a Teken Kft-től, amit az én megkeresésemre írtak választ, itt a felméréssel kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy a hatályos jogszabály szerinti költségmegosztáshoz szükséges adatok felmérését a Teken Kft. És az egyes számú lakásfenntartó szövetkezet között 2012. május 25-én létrejött elszámolási szerződés egyes számú mellékletének 5. pontja értelmében a lakásszövetkezet végezte el. Na most a lakásszövetkezet mindenféle felelősségre, nem felelősségre vonást, hanem észrevételt, igen, hárít, hogy ő nem felelős semmiért. Tehát ő nem végzett semmit, épp úgy nem tett semmit a panelprogramba, épp úgy nem felelős itt a költségmegosztó problémákba sem. Hát azt hiszem, hogy ez egy örökzöld téma, de az információ az fontos, és lesz egy lehetőség, amikor majd tájékozódhatnak az érintettek, a szövetkezeti tagok, nem csak az egyes számú, hanem bármelyik érdeklődő szövetkezeti tag. Így van, tehát most szeptember 26-án kérjük azokat a tagokat, akiknek véleménye, kérdése van a fűtéssel, költségmegosztókkal kapcsolatban, hogy 13.30-ra jöjjenek el a Széphő Honvéd utca egy szám alatti székházába, mert ott a Tehem Kft. Tart ügyfélfogadó fórumot. És akkor ott föltehetik a kérdéseiket. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmüket. Köztérre jövő héten jelentkezünk. Számítunk akkor is önökre. Viszontlátásra!